vége a balesetek sorának. A villányúton úton is történt egy baleset. A budősi út előtt a Bach pont felé a külső sávban. Pont azon a részen, ahol ott azért eléggé komoly torlódás lehet. Ez a 12 Jól számolom? Ez a 12 Igen. Uh -huh. A baleset ma reggel. Úgyhogy, Amiről beszámolunk beszámolom? Na, igen, is, hát, így tudja, van. Hányról nem így kapunk. van. Úgyhogy uh -huh. minden esetre elmondtuk a hallgatóknak, aki arra autózik, az figyeljen oda. NOPQ a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N -O -P -Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek. Na, tegnap megbeszéltük, hogy mi legyen a téma. Egy érdekes gondolatot ébresztett bennem egy cikk, amit olvastam a Telexen. Ugye címlapsztori volt jó, nagy, szép képpel, és éppen ezért meg is lepődtem, hogy hoppá-hoppá mit keres egy ilyen látszólag egy ilyen éttermi food porn fénykép ott a címlapon. Uh -huh. És hát a címén még jobban meglepődtem, ami az volt, hogy van-e bármi értelme az étterem kritika műfajának. Lehet, hogy kicsit ilyen blikfangosra akarták, de valójában, ha elolvasod az egészet, kiderül, hogy nem. Teljesen őszinte. És a kérdés valójában azért problematikus, és itt nem akarom kritizálni a cikk íróját, hanem csak egyszerűen meg akarom világítani ezt az egészet, mert tényleg előfordul sokszor. Azért problematikus, hogy egyrészt nem válaszol erre a kérdésre a cikk maga. Tehát, amit feltett ez a premissza, Sőt, a leadben is, ami le van írva, hogy sokszor elő, elő felmerül a kérdés, hogy van-e ét, értelme éttermi kritikának, nem válaszol rá. Az történik ugyanis, hogy kísérletet tesz magára erre az egészre, de igazából nem. Tehát eltéved ebben a dologban. Tehát, hogyha lehetne kritizálni a kritikát, akkor az történik, hogy, hogy nem jó a kérdés, a, a kérdés feltevés sem jó. És ha már valaki ilyet kérdez, akkor rögtön, hogyha belegondolunk, ki is derül, hogy mi, a, mi az alapvető gond ezzel. Tehát ő nem érti, hogy az étterem kritikának mi a lényege. Ezt meg is kérdezi, és megpróbál csinálni egyet. Miért na, mi a, mi a lényeg? Beszéljünk akkor erről. Tehát egyébként, hogy hogy megelőlegezzem a legvégét a, a beszélgetésnek, maga a cikk érdekes, Abszolút. és egy jó cikk. És abból a szempontból különleges, hogy külön választja, és uh, döltelszedi a nagyon szubjektív. Uh, Mm, igen, erre vélemény, is ki fogok térni. És végül is emiatt e, e, e máshogy van megírva, mint egy szokásos én, el, ho, én, egy, el, egy szerkesztő... Kritika, és ez valahogy, ez akar lenni a válasz a címben igen, feltett kérdésre. De tehát, én, hogy szerkesztő lennék, nem tehát meg más címet adtam volna neki, aha. És, és máshogy futtattam volna ki. Én azt a címet valahogy oda futtattam volna ki, hogy egy olyan ember számára, aki alapvetően nem követi a gasztró világ híreit, nem foglalkozik ezzel behatóan, mondjuk mit tudom én, hobbiból, vagy akár szakmailag. Egy olyan ember számára mit tud, mit, ő hogy tudja leírni ezt, a, ezt az egész Na, folyamatot? Most az olvasóra gondolsz, vagy a szerzőre? Mind a kettő. Hát a szerző foglalkozik ezzel, folyamatosan érjettelem kritikákat. Hát, jó, oké. Okay. Én azt gondolom, hogy hogy most egy olyan ember számára írta ezt, aki viszont nem olvas ilyeneket általában. Tehát Ugye, az lehet? Írni. Az egy másik kérdés. Na, lehet. de hát, hogy miért van szükség a kritikára? Milyen a jó kritika? És akkor válaszuk ketté. A kritika alapvetően többféle lehet. Az egyik az a típusú kritika, ami informatív és vagy szórakoztató. Gondoljunk, a másik az, aki ami, ami alapvetően útmutatást ad, tippeket ad, tanácsot ad, és információval, de ilyen, ilyen valid információval, nem szórakoztató jellegű információkkal lát el, és van a kettőnek a keveréke. Gondoljunk bele, hogy miért követünk egy kritikust, bármi lehet ez zene, ital, lehet étel, lehet színház, film, bármi. Hát vagy a véleménye érdekel, Igen. vagy pedig jól ír, és élvezed a stílusát. Pontosan, tehát bejön a stílusa, így. nagyokat röhögünk, érdekeseket. ír, lehet, hogy nem értünk hozzá, amiről ír, olyan behatóan, de szórakoztató, és tök jó olvasni. Jó példa erre, szerintem egyik tökéletes példa azok a tárcák, amik a 2000-es évek elejétől jelentek meg a Figyelőben, Tompa Imre tollából, Na, borokról. Nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, aki nem ért a borokhoz, Legtöbbször még azt is mondta, hogy nem is mindig szereti a bort, sőt, alapvetően mondjuk inkább sörfogyasztó, hogyha lehet ilyen uh -huh. szegmentációt adni. De a tompa imlének ezek a boros cuccai, ezek nagyon tetszettek neki. Ezek rövidek voltak, jó pofák voltak, jó volt a szövege, és elért egy olyan dolgot vele az Imre, ami, ami, amit nagyon sokan szerettek volna, abban az időben nagyon kevesen tudtak, hogy felkeltette a figyelmet a borok iránt. De még van pár más ilyen, nyilván ilyen példa, de ez az egyik. Vagy, vagy aki nem szeret horgászni. De mondjuk a 444-en négy, négy, néha belefut egy-egy horgászélményes cikkbe. A A szilililacitól hasonlóképpen. Ö... Róttól nem érdekel, csak ég, a stílus na, Igen, ilyen. Van. De ugye hmm. van a kritikában is egy olyan, ami tud valami olyan pluszt adni, amire szükségünk van, és ezért megbízunk benne. Tehát lényegében a válasz a kérdésre, hogy van-e értelme akár az éttermi, akár a más kritikának, ezek az értelmei. Uh -huh. Mi, mi, Aminek, aminek nincs értelme, és amit nem csinál a kritika, és itt van az alapvető félreértés. Tehát itt van egy olyan gondolati félreértés, amit rögtön az elén tisztázni kell. Egy kritikus, egy borszakíró, egy étteremkritikus, egy zenekritikus nem mondja meg neked, hogy neked, neked ez tetszeni kell ennek a dolognak. Vagy hogy ez jó kaja, vagy jó bor, ezért az ízlésedet meg kell változtatnod, és szeretned kell. Ez nem mondja meg. Ezt senki nem fogja megmondani. Ugyanis ez, az ízlésekben nincsenek viták. De ezt mm. vagy szereted, vagy nem szereted. Attól nem fogod megszeretni azt a százpontos sárdonét, mert az Elizabeth Gabai azt mondta, hogy ez már pedig az. Tehát ennek így ebben a formában nincs értelme, és nem is kell ezt keresni, hogy, hogy a jó kritika az véleményt formál, irányt mutat, tanácsot ad, esetenként szórakoztat. Ezeket csinálja. És milyen a jó kritikusok, ha már itt tartunk? A jó kritikus az felkészült. Tehát van tudása valamiről. Van tapasztalata valamiről. Kitekintést tud adni. Van arra képessége, hogy összehasonlítson dolgokat pont ebből adódóan meg sokat látott. Érti az összefüggéseit annak a dolognak, amiről beszél. Tehát, hogy valami miért van, és miért úgy van, ahogy azt tapasztalta, és miért nem máshogy, és azt meg is tudja írni neked, meg tudja mondani. Tehát, egy jó példával élve, ha Ács Gábor beszélne a borokról, és Kántor beszélne az utazásról, az nem lenne olyan jó és értékes, mint fordítva. Tehát itt ez a lényeg, hogyha nem, valaki sokat tapasztal, akkor, el tudja, akkor el tudja mondani. Szóval, hogy ugye az élménybeszámoló az nem kritika. Ez is nagyon fontos. És talán azért érdekes ez a kérdésfelvetés, hogy van -e értelme, mert ugye a YouTube-bal, a Facebook-kal, a, Facebook a TikTok-kal és sok mással elterjedtek bizony azok az általuk, ma saját maguk által ízlésformárólnak nevezett emberek, akik akik, hát, hogy is mondjam, megpróbálják felvenni ezt a sapkát. De valójában nem tudják. Nem szabad őket összekeverni. Tehát itt az a lényeg, hogy a mi felelősségünk, mint fogyasztó, hogy ne azt mondjuk, hogy nincs értelme a filmkritikának, hanem azt mondjuk, hogy én azt a filmkritikust olvasom, és annak a véleményére adok, akit követtek, és, és tudom, hogy, hogy, hogy jól csinálja. A másikat nem. De ez egy élménybeszámoló, az, hogy elmentem megnézni a legújabb Marvel-filmet, és nem tetszett, az nem kritika. Bóda hosszú volt, három órás volt, szar volt. Ez nem kritika. Tehát ez nem, ez így nem működik. Tehát ezt felejtsük el. Ilyen szinten nem is érdemes feltenni ezt a kérdést. Szóval, hogy az a helyzet, hogy, hogy, hogy lehet-e egy kritikus uh, objektív? Hm, nagyon nehezen. Abból a szempontból lehet objektív, hogy van összehasonlítási alapja, és el tudja mondani a, azokat a dolgokat, mert ért hozzá, amiket te nem biztos, hogy tudsz. De alapvetően nem objektív, mert Jó, ő neki ő... van egy ízlése. Okay. Ő is egy ember. Vagy szereti azt a zenét, vagy nem Értem. szereti tehát azt a zenét. Tehát megvan a tudása, hogy egy szúvitált kakasárének hogy kell kinéznie, Igen. és milyen állaga kell, hogy vagy legyen. Azt is el tudja mondani neked, és azért, hogyha, hogyha, ugye nem lenne értelme magának, akkor menjünk vissza az étel és ital kritikára, ha nem lenne értelme, akkor nem léteznének olyan dolgok, mint a Michelin Guide, vagy a Bib Gurman például, ahol azért nem két filérekről beszélünk, és ugye pont a Michelin esetében ugye a kettő meg a három csillagos éttermek azok már kimondottan azért arról, arról, szólnak, hogy azért utazunk oda csak is kizárólag, hogy megkóstoljuk azt. Miért? Tehát, hogyha megkóstolunk mondjuk egy, egy tökös mákos rétest, és nekünk az nagyon ízlet, akkor ez, ez, kritika? Nem kritika. Ó, a de hogyha tízezer tökös, lesz, tökös csak... mákos létes közül kettő van, amit mindenképpen ki kell próbálni szerintünk, mert és akkor le van írva, hogy miért, az már egy érdekes dolog, mert mi megkóstoltuk azt a tízezer tökös mákos rétest, és tudjuk, hogy ez a kettő a sokkal jobb, mint a többi. Na, szóval, hogy egyébként az étterem és az ételkritikának miért van értelme, egy ilyen teljesen up-to-date 21. századi gondolatot is hozzátennék. Egyre többet étkezünk az otthonunkon kívül is, egyre több ételt rendelünk az otthonunkba is, tehát az ilyen kényelmi szolgáltatások felé haladunk. Egyre fontosabb, hogy mit teszünk, hogy hogyan eszünk, hogy milyen alapanyagokból készül ez, és hogy hogy van elkészítve. Uh -huh. Aki ezeket érti, és aki ezeket kontextusba tudja helyezni, és irányt tud mutatni, az annak, annak fontosak a gondolatai. Hogyha én voltam Barcelonában, és bejártam az összes általam autentikusnak tartott helyet, és el tudom mondani neked, hogy amikor odautazol, akkor hol tudsz olcsón nagyon jó tenni, vagy nem olcsón, drágán, viszont olyat, hogy biztos, hogy nem eszel máshol, az nagyon-nagyon az értékes az tudás, hasznos mert oda, oda megy. Másik. Ebben a, a, a cikkben, amit a, a Telexen olvastunk, le, kapunk egy komplet leírást egy étteremről, úgy, hogy nem esik szó arról, hogy, hogy milyen borokat lehet inni ott. Vagy milyen, mi az itt alap? Vagy mi van. nem hiányzott? De hát ért, Lehet, értem, hogy nem hiányzott, értem, hogy de neki Ez igen. egy fontos része. Okay, okay. És hogyha már fine diningról van szó, akkor meg aztán kiemelten fontos része. Tehát azért ezzel foglalkozni kéne, hogy hogy de egy hogy fogásos menüsorról volt szó. és... Az nem baj. Én értem, de. Hogy és hogyha amellé azért szokott járni. Igen. Hát nem csak, hogy szokott járni, de azért fel kell. Tehát az, az egy alap, hogy azt megnézzük, és elmondjuk, hogy hogy milyen választék van, honnan választottak, miért választottak, honnan, ha már így odafigyelnek az ételekre akkor minden. Mit ajánlott de, a séf? Mennyire de, volt felkészülve? Az nem lehet, hogy pont azon, amit te mondtál, hogy ő penge. Ő nagyon Tam, penge. Ha lejárt a műsoridőnk. Ő nagyon penge az ételekben, de pontosan azért nem ír róla, mert hogy a borokban nincs annyira benne, az egy másik műfaj. Ezért, Át... ezért nem ír róla, ezért nem kever ide. De pont ez volt a kérésed. Pont, ez, pont ezt mondtad, hogy ez különbözteti meg. Én szerintem ez egy élmény ö, ö, beszámoló, és és nagyon nehéz, tehát, tehát itt, itt már kicsit őrültnek kell lenni, hogy valaki ilyennek kell foglalkozzon. És én például nem mernék arra vállalkozni ma, hogy én a budapesti éttermekről bármit is mondjak, ugyanis kiestem ebből a pixisből. Mm. Nem járok annyit ezekre be az éttermekbe, van egy pár gondolatom, hogy mit hol kóstolnék meg, de alapvetően nem mernék rá vállalkozni. Na, de hát ezért is te a borokról írsz, kajákról meg nem. Tehát ugyanez van a cikkben is aminél most számon kéred, ugye, hogy miért mentett a borokat. De ez egy étterem bemutatása. Uh -huh. Tehát ott azért, ott azért hozzátartozik az a dolog. Minden esetre euh, még egyszer, érdekes a cikk, a, érdemes, érdemes átolvasni, tehát nem ö, próbáltam ö, vágni a fát a, az illető elő, elő, alatt, aki írta. Szerintem is érdekes. Csak igen. nem jó a kérdés, és nem jó a kiindulási alap. Mert hogyha ezt olvasod, hogy van-e érte, ér, értelme az étterem kritikának, akkor szerény véleményem szerint valami olyasmit kellett volna odarittyenteni, amit most én tettem itt, és nem pedig olyat, ami nem arról szól. Jó, figyelj, egy hallgató összefoglalta röviden, hogy érdekes volt az, csak egy rossz szenzációhaj igen. Na, akkor lehet, hogy ennyi. De egyébként a gondolat, az jó, amit ébresztett, mégpedig, hogy hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, de hát ugyanúgy minden mással is, a filmmel is, meg a, meg a zeneművészettel is. Uh -huh. És még egyszer, a legfontosabb dolog, ne felejtsük el, hallottam már ezerszer, senki nem akarja megmondani neked, hogy mit egyél és mit így Nem erről szól az étterem kritika, meg az étel, meg a, meg, a, meg a borszakértés. Nem erről szól. Ha nem szereted, akkor nem fogod azt inni, hiába mondom azt. Na figyelj, megkaptuk mindketten. Te, a szerény véleményed nem is olyan szerény, én pedig semmi baj, Gábor. Nem. Kifejezés volt, csak nem mindenki lebukta. érthet a, Nem mindenki érthet a számítógéphez, a házitról ma is kitett magáért. Köszönjük szépen, és még úgy sokat nem tudtam beolvasni. De most már tényleg el kell, hogy is most ennyi fért a tányérunkra. -O p -Q, a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el. És ha is búcsúzunk holnap reggel jövünk ismét ebben a felállásban, és természetesen 6.30-tól itt leszünk élőben. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok! Már a véget ért ugyanaz.